Ha lemaradtatok volna, akkor Bencétől azt kaptam szülnapomra ajándékba, hogy elmentünk Koreába pár napra, mi a fene. És ez ennek a sorozatnak a második, az utolsó része lesz, és itt inkább a kajákra fogunk összpontosítani, különböző látnivalókra. Szóval, ha ezt a témát szeretitek, akkor szerintem ez a videó nagyon tetszeni fog, és jöjjön is, hogyha még nem láttatok előző részt, azt is nézzétek meg, na csáv. Visszértünk a szállásra, most van 5:45. Elmentünk ugye a Myeongdongra, ami az ilyen bevásárló utca, és én ott annyira így megcsömörlöttem, hogy ott tényleg ott nagyon sok volt az ingár, nagyon-nagyon tetszett, de így ezt éreztem, hogy fáradt vagyok, én ezt nem bírom, ezt a sok dolgot, és mondtam a Bencek azt, hogy jöjjünk vissza. Szóval most pihi van, mert kérdezem amúgy, hogy miket akarok venni magamnak, mert egy csomó ilyen koreai arcápolási dolgot szeretnék, és ezeket a TikTokon így nagyjából össze is gyűjtöttem, de ezeket elfejtettem leszcreenshotolni, és ezeket megnézem, aztán pihi, és este pedig vissza fogunk újból menni a Myeongdongra, és akkor megveszünk minden maradék dolgot, amit szeretnék, vagy amit a Bence szeretne. Köszönsz nekik! Mert szépen haldoklik. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek azt a néhány apróságot, amit vettem, ha jártok a Daiso-ba, azért vettem csomó mindent, és csak 3600 forintot fizettem, mi a szar. Szóval mutatom is. És amúgy itt tényleg a legrandomabb dolgokat vettem. Az első egy ilyen fogkrémre rakható védő. És mennyire cukik, imádom. 1000 won volt, kb. 250 forint nekem annyit. Megért, oké. Okay. Matricák, ezek nagyon tetszák, majd a horgolt szeretetes rendelésekhez fogom szerintem ezeket rakni, vagy csak úgy magamnak is jó. Következő, ez ilyen szívformájú sütőforma. Konyhatündér vagyok, mit mondhatnék, egy konyhatündérnek kell a szív alakú sütőforma. Ez is egy ilyen kis matrica, és ezzel így fel lehet címkézni dolgokat, és ennek amúgy nagyon tetszett a színe, hogy ilyen szép barna. Amúgy bocsátok, hogyha így belőlük lassú vagy, ha fura vagyok, de már nagyon hulla vagyok, szóval... Vettem egy ilyen szempárnát, és az előzőmet elhagytam. Már nem is tudom, hogy hol, valahol ott hagytam külföldön. És ez tök cuki szerintem, a repülőre úgyis kelleni fog, mert most is nagyon hiányoltam. Hú, ez nagyon tetszik, gumimacis matrica. És ilyen tök jól csillogsz. Következő, ezt a Barbie-nak vettem ajándékba a kutyáinak. Bözsijéknek ilyen kis moslika a hajukba, szerintem ez tök cuki, és ez olyan nagyon barbis ajándék. Ezt a Marianéknak vettem, és ez amúgy furrandom, nekem nagyon tetszett, hogy ilyen boros üvegbe, vagy pezsgős üvegbe lehet rakni, hogyha megkezditek. Ilyen kis kupak és pillanósedék. Van itt még valami? Ez nagyon tetszett, nem tudom azt, hogy miért, de ez a kis béka annyira jó pofona, fordulj már arra. A cicáknak is vettünk néhány ilyen kis juti falatot, szóval azért nekik is kell szuvenír. És hogyha jól nézem, ennyit vettem a Daiso-ba, ezen kívül vettem még egy ilyen műtőmágnest. Egy arcápolási dolgot vettem, ugyanis ezt a brandet. Nem tudom, hogy mondjam, már próbáltam, ugye a Bencét loptam, és ez nekem tökre bejött, ez a... Mi a neve? Kos? Kosherex. Kosherex arctisztító. Hello there. No, it's okay. Volt egy kis pihi, hát igen, aludtam, és hát előbb volt egy katasztrófa, elmesélem nektek, de ne nézzetek hülyének, hogy voltam előbb mosdón, és amikor lehúztam a WC-t, kifolyt az összes víz. Kínos, kellemetlen, szerencsére amúgy pisi meg semmi nem jött ki, csak víz, de abból rengeteg konkrétan ilyen még nem láttam, hogy ömlött ki a WC-ből. Szóval fel kellett hívni a recepciót, és most a küldték embert, aki kidugította, mert túl sok papírt dobtam bele, jó hülye voltam. Meg itt küldtek is egy másik emberkét, aki pedig feltakarított, szóval a probléma megoldva, de mit szólt ehhez a vízeséshez? Nagyon csodálatos. Hova megyünk? Egy vietnámi kajájtába. Fólevesezni fogunk, ugyanis éhen döglünk. Megjöttünk, ott a Holbin. Hittel. Aztán vasarnás. Szoba. Hajban valaki dolgozó. Kidobtak minket a helyről. Mi történt? Nincs kaja. Azt mondják, hogy bezártam, de... Igen, 9 óra van, és 10-ig van a nyitvatartás, de bezártak, hát gondolom hamarabb zárnak ma lehet. Akkor most gyerekek, elmegyünk a Burger Kingbe! Szia, bocsánat! Nem vagyok a horészünk! Hogy vagy szomorú? Ez mi? Ott a Jenny, a Blackpinkből, ott hintappal intázik. Éhen fogunk halni! Igen! Ideges vagy? Nem, csak éhes. Legyél ideges! Most el fogunk nektek énekelni valamit, így rejt nyelven, és felismeritek el. Banana. Ne, én nekem ott kell. Ja, jó, akkor újra. Banana. Na-na-na. Banana. Na-na-na. Nem tudom talán. Na-na-na. Na-na-na, banana-na.
Ilyen street foodot vettünk, Bence, te? Én pedig egy ilyen krumplis rudat, hogy úgy csodát helyetok, ilyet utoljára 10 éve ettem. Na tészteszt. A Bence konkrétan meg se akart várni, ahogy megkapta, egyből rá akart erre harapni. Na milyen? Nagyon finom. Megkóstoltam. Nagyon. Jó édes. Ó. Nagyon jó. Ahogy hozzáért a nyelvem, akkor érzem, hogy ez baromi édes. Jaj, elütnek. Elnézést, itt videóforgatás folyik. Na, eljöttünk a kuka mellől, én is kóstolom. Ez így fura enni. Kihűlt. Ez édes. Olyan édes kés. Hogy kell lennie? Harap rá. Finom. Tipik Bence, mutatom. Egy kaját vesz, azzal is leeszi magát. Nem baj. Én megettem a tiéd. Amúgy jó, csak az a baj, hogy konkrétan jéghideg. Én azt hittem, hogy ez meleg lesz. Hát ez sokáig nem meleg, mert ugye hidegbe vagy. Na mindegy, elnyom nyugom. Kérek én is. Na nézzük. Kis tojásos finomságot megkóstolja Bence. Ha édes a tészta. Édes a tészta. Akkor ez egy piskóta. Ja. Jó? Na, napsi. Porno. Bín. Egynek álmány. Ne ettem magam. Bence következő kiszemeltje, egy kis korndog. Megmelegíted, látod? Na, arany szíve megmelegíti a Bencének a kaját. Bencének itt az újabb finomsága. Ez elég érdekesen néz ki. Na mi van ebbe, virsli? Milyen őrült fejjel harapod? Meg hova fut? Sajt, csak sajt, muti. Ó, tömény sajt. Igen. Na, milyen jó, hogy arra érzékeny vagy, nem? Igen. Bence felfedezett valamit. Megettem a felét és most találtam benne virslit. Egy mini virslit odaadtak neki. Igen. Azt nem akartam nektek megmutatni, mert ez csak egy kukorica, mert kértem egy ilyen kis kukoricát, viszont halljátok, annyira más, hogy ilyen rágós az egész, meg a színe is sokkal haloványabb. Bármint, hogy nem lenne teljesen megfő a kóstolnál, meg na várjatok, Bence is megkóstolja, first reaction. Kukorica! Igaz, olyan pura? De nem a magyar jobban nézzük. Hát az sokkal-sokkal jobb. Nem jó. De olyan furi, nem? Bence azt mondta, nincsen jó mágnes korában, elnézést. Megtaláltam neki a legtökéletesebb 3D-s mágnes. Tetszik? Okay. És ezt nézzétek, mennyire cuki. Ilyen szarjós figurák vannak erről, valamiért a Kittyre jut eszembe. De van cinnamonról is. Szívecskét fogos cinnamonról, meg ezek a békák is extra viccesek. Nagyon vicces. Oksi. Szép jó reggelt mindenkinek, második napi délkorába Szöulba. Hát már nagyon eseménydús indul a reggel. Úgyhogy hogy el akartam indítani a kamerát. A Bence magára borította a kávéját. Szóval át kellett most cserélni a pólóját, de nagyon vicces. Ilyen fejet vágott, hogy any comment? Mi van? Tegnap, hát este már ugye nem jelentkeztem innen be a szállásról, ugyanis 11:30 után értünk vissza, és nagyon-nagyon hullák voltunk mind a ketten, szóval szerintem így egyből csak aludtunk. Nem fülöttünk is. Szórakoztás dörgye. Ó, elkapott a kéz titeket. Valami értelmesen szórakoztás. Van valami szösz itt a kamera elő. Mi? És ez látszik a felvételen? Jaj, várjatok, egy szösz van rajtad. Welcome back, szöszmentesen. Elmondom addig a mai napi programot, hogy mi lesz. Most fogunk menni majd valami S-betűs Naru Parkhoz, léghez, ahol van egy tó, és körülötte végig cseresznyefák virágoznak, és oda megyünk most sétálni, fotózkodni, megnézni a cseresznyefa virágzást, és akkor onnan megyünk át tovább. Van egy nagyon híres könyvtár itt Szöulban, és akkor azt nézzük meg mellette egy mól, egy pláza, ami, azt miért nézzük meg azt a plázát? Mert ez egy nagyon nagy pláza, és egy pláza mindig jó. Jó, mert Attila plázázni akar, úgyhogy megnézzük de a plázát. De ne, plázát. Az csak úgy fel. Úgyhogy megnézzük azt is, és akkor utána van egy ilyen negyedit Koreában, ami tele van ilyen tematikus kávézókkal, és oda fogunk átmenni, és ott elmegyünk majd a Mercat Friends nevű kávézóba, ami igazából nem is kávézó, mert kávét nem lehet kapni, meg semmit. Konkrétan ilyen szurikátákat lehet simogatni, meg minden.
Úgyhogy oda megyünk a Zulikátákhoz, mert ők édesfogyó. Attila, elkészültél? Ennyi időd volt. Jó, most hiszem nem. Kész is van, úgyhogy pont eleget beszéltem, és le is szakad a karom most már. Na és itt is vannak a dolgok, amiket vettem, most annyira részletesét nem mondok el minden, mert ebből amúgy majd lesz egy ilyen TikTok haul. Ez egy ilyen arclemosó, ebből van egy ilyen olajos, és van egy ilyen habos állagú is, és amúgy ebből még egy ilyen pakot vettem, azt már ki is nyitottam. Ez egy ilyen kis arcápolási dolog, ebből is van még egy, amit már kinyitottam. Ez egy cuki plüsse kitért, mert ő jutott róla eszembe, cuki plüs magamnak, ezeket így ajándékba kaptuk, ezek barátoknak, ilyen fényvédő. Itt még halljátok, erre egy akkora dealt kaptam. Ez konkrétan kézkrémek, és amúgy tökre jó márkájúak. És ez eredeti áron 15 vagy 16 ezer forint lett volna, de csak így mondták a Manu, hogy így ránézett, és mondta, odaadom fél áron. Meg így néztük a Bence, hogy mi van, és 7 ezer forint volt ez a sok koreai kézkrém. De most úgy így is szól, hogy lenne itt magad, hogy miért? Igen. Milyen itt? El voltunk lent az egyik kisboltban, és vettünk ilyen, micsoda ez, jeges ital? Tea. Miért nem jeges, ez ilyen üdítő. Ja igen, én egy ilyen rózsaszínt vettem, milyen néző, citromos, a Zsófi majdnem azt mondta, mi van? A Bence pedig egy ilyen green szőlőset vett magának. Great. És ebből amúgy most egy TikTokot fog csinálni, szóval ha akarjátok látni, hogy ez majd milyen lesz, nézzétek meg a TikTokomon. A Kitike látott még ilyet Japánban, amikor voltunk, csak ott elfelejtettük kipróbálni, hogy tudsz venni így jeget, és megvan adva, hogy melyik italhoz milyen pohár kell, össze tudod dönteni, és állítólag nagyon fullos. Na ezt most kipróbáljuk, és aztán indulás a... parkba. Szeresznye fa virág. Egél. Attila nem látszódik. Na gyerekek, konkrétan megérkeztünk, és le van virágozva az egész, és sehol nincs egy darab cseresznyefa. De úgyhogy tegnap csomót látunk az utcán, és én direkt lecsekkoltam két napja ezt a helyet, és két napja még ez pompázott a virágos fák. Most meg, hát már csak ezek a szép lila virágok vannak, de a cseresznyefák azok, látod? Miért, de nézd, a lányok azt mondják, hogy így fotózkodjunk. Itt fogunk fotózkodni ezekkel. Szép, álljatok be! Ó, igen, itt ez. Ez lesz az új fotóhelyszín. Ez egy mély interjú, mit szólsz ahhoz, hogy nincsenek virágok? Ez a Zsondor is, a tegnap a reptérről jövett, végig virágzott minden fa. Most meg kijövünk, aztán full kopár minden, már csak izé ilyen bimbókban vannak a dolgok. Na mindegy. Behind the scenes! Megtaláltam a cseresznyefa virágokat, de amúgy nagyon szép virágok amúgy vannak végig. A mai vlog címe a cseresznyefák nyomában. Igen, de tényleg. Amúgy itt sok pár szemény. Hát itt olyan képeket készítünk cseresznyefa nélkül. 5-től 4. hó 9-ig van itt a virágzás. Azt hol a virág? 4. hó 9. 4. hó 5-től 4. hó 9. Hát ez ma 10-e van. Akkor tényleg pontos volt. Meg akartam mutatni a vlogba, hogy a Niki mekkora hype girl, hogy jó, fotóz. Még akkor bíztatom egy kicsit a modellünket, aki ugyan nem tudta, milyen színűek lesznek a bokrok, mégis eltalálta az outfitet, sepert, alatt. Ahogy te, konkrétan. A vérében van. A balra. A mutatja is, lelkes botanikus. Ja, és amúgy ez egy TikTok trükk, imádott, hogy így fordítva van a mobil. Kitty mondta. Nézzétek, ott is látok egy darabot, ha látjátok. Itt. És annál is ott fotózkodnak, na kíváncsi vagyok, hogy az is milyen lesz. Most mindjárt odaérünk ahhoz, amit így táborról néztünk. Jelentem, ez az a fa, amit láttunk táborról. Hát itt nem tudom vlogban mennyire jön át, itt élőben elég kis kopárka szegény. Marad az, ami ott van a másik felén, azt még megnézzük. Ez egy cseresznyefa virág mély interjú, mit szólsz hozzá, hogy sehol semmi. Rettenetesen csalódott vagyok. Mi? Ott van a faj, there is hope. Lehet, hogy remény van, de cseresznyefa nincs. Ezt nézzétek konkrétan a hattyúknak.
ilyen kis házikójuk van, ez mennyire édes. Többiek mennek, hogyha minden igaz, azon a fán ott van virág. Ott már mások fotózkodnak a háttérben. Kitty mondta, hogy ők most mennek sorban állni. Nem mondom a legszebb darab, azon nevetünk a többiekkel, hogy nem a legjobb helyen van. Itt van mellett egy tábla, meg egy plakát is. Ez elég szarul néz ki képen. Mente? Na mindegy. Itt egy félhold alakú kis csónak, és ez így magától megy, ebbe ülnek az emberek. Ott van egy kis vidám park, és mondom, ott lehet ilyet bérelni, így mások ott parkol be. És előbb a Niki mondta, hogy ott megy egy fél hold a vízen, amiben ülnek. Én meg így néztem, hogy miről beszélsz? Niki itt már kész rendezni, mondják el, ez itt nagyon jól néz ki, ezt vett fel. Kitty Slade, Hull Soul, Hull Korea, My Hull Life. De ezt a fejedhez kell rakni, ezt úgy kell, ja, így, úgy ilyen cukiba. Ezek megholtok. Ez a park valami fantasztikus volt, halljátok. 2 órát itt voltunk, sétálgattunk, körülnéztünk, fotóztunk, nagyon-nagyon élveztem. De mi melyek a többiek után, mert ők meg már ott járnak. Azért kicsit lehagytak. Feels good to be honest. Can't you admit that you want this? Everybody knows it except for you. When you're lying there on your deathbed, you will regret you kept quiet. Hogy tetszik? Nagyon szép, én már voltam itt. Ja, tényleg! Néztünk ide a KFC-be, és a Kitty észrevett, hogy itt kapható. Micsoda ez, Kitty? Panírozott csirkebőr. Nyami! Itt van csaposör. Azt a sör is kapható. Így adták a Kittynek a kaját, hogy kesztyű is járt mellé, ha esetleg műteni akarna, vagy hogyha túl csípős lenne a csirke. Találtunk itt egy nagyon cukinak tűnő boltot, és hogyha bejöttök, ilyen mindenféle cukik vannak itt, például mint ez a párna. Ez extra nagyon jó, meg ezek a figurák. Egy nagy mosolygó nyúl. Na és mit találtam? Mutasd meg! Zsákba macskák. Tudjátok, hát hogyha utazás, a zsákba macska nem maradhat el. És látunk egy ilyen pokémonos zsákba macskát. Igen, ezek a Snorlax a kedvence. Ők lehetnek benne. És amúgy ide ki is vannak rakva. Amúgy tök nagyok ezek a figurák. Igen. És ebből most választunk kettőt. Bence azt választotta. Ja, van ilyen fény is, ami szintén Snorlax-es. Szeretnéd? Megvegyem a jóba. Én meg ezt választom akkor, én is vettem egyet, de amúgy halljátok, mindenfajta zsákba macska van itt, szóval ez itt mind zsákba macska. Barbie-nak újból folyik a nyála. Ezt nézd, ez nagyon édes ez a nyúl. Most ez nagyon aranyos ez a nyúl. Aztán nem is tudtam, hogy a vég Dóri is itt van. És ez azért nagyon durva, ugyanis a Dóri pár nap múlva szintén korában volt, szóval ez akár lehetett volna ő is. A fejemet nem nézzétek, na hello. Úton vagyunk a következő állomásunkra, ami egy nagyon izgalmas hely lesz, ugyanis egy szurikátás kávézóba fogunk menni, ahol pár barátunk volt előző héten, és ők azt mondták, hogy nagyon jó volt, szóval mi is kipróbáljuk, hiszen szurikálták. Amúgy sekkoltam őket Google értékeléseknél, és én azt látom, hogy ezeket az állatokat eléggé jól tartják, és odafigyelnek rájuk, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Miféle szettek vannak itt a Krisztikének amúgy, haza ne vigyem neki ezt. Most Attila azt hiszi, hogy őt veszem, közben meg magamhoz. Amúgy ez a környék extra jól néz ki, és ilyen tök fiatalos, nagyon menő. Na, és megjöttünk, ide jövünk, Melkert Café, ott van fent amúgy, és vannak szurikáták. Ez nem tudom mi, minikenguru, a Bence fejét pont mit akarja. A minikenguru. Mosómedve is van, nem is emlékeztem. Mosómedve, meg a legfurább állatok valaha. Niki, ez mi? Ez mi ez az állat? Kenguru. Mm,
Na, amúgy most végeztünk, nem volt rossz ez a hely, de hát nagyon nem olyan, amire számítottam. Nagyon büdi van, de mondjuk ez egyértelműen nyálattal, és amúgy csomó fajta minden van, szóval én azért erre nem számítottam, hogy fekete róka lesz. Nem is tudtam, hogy van ilyen fekete róka. Amúgy nagyon érdik voltak a szurikáták, ez egy élménynek jó volt, de nem tudom, valahogy én az volt az én fejemben, hogy ez így sokkal jobb lesz, szóval ez ilyen okés élmény volt, hogyha erre jártok, de nem tudom, na most megyünk vissza a szállásra. Na, már a szálláson. Annyi új élményben... Nem tudom beszélni, mert olyan fáradt vagyok. Annyi új élményben gazdagodtam, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem ez az egész. Azért teljesen eltér Japántól, nem is tudom megfogalmazni, hogy így miben, de nagyon más a vibe-ja a kettő országnak. És most pihi, aztán majd kaja, és szerintem ma már semmi nem lesz. Ennyi. Ja, és most lesz egy hol. Vettünk a Bencével, és hát én vettem igazából, de a Bencének is. Egy-kettő zsákbamacskát, és most ezeket kinyitjuk. Hiszen nem lesz itt utazós videóm zsákbamacska nélkül, tudjátok. Na, és az első zsákbamacska, amit mind a kettőnek vettem. Cutie Pop. És ez mi? Mi? Te fáradt vagy te is, hogy ez mi csoda, ez milyen zsákbamacska? Ja, hát zsákbamacska, mi az, hogy milyen? Pokémonos, Bence! Te most mikben vagy? Ezek lehetnek benne. Neked melyik tetszik a legjobban? Egyértelmű. Amúgy nekem kb. Mindegyik tetszik. Ez kék. Szép lesz. Skarka? Igen. Amúgy nagyon aranyos, fordíts, meg van kis páncél. Amúgy szerintem az extra cuki. Itt az enyém. Ez most... Ugyan azt nyitottuk! Erre mi az esély? Az utolsó napunkat most már csak így hangalámondásra fogom kommentálni. Elmentünk a Lotte Mart-ba, ami egy kb. Egy ilyen helyi Ocean bevásárlóközpont, amúgy egész nap szakadt az eső. Itt megyek a kis esernyőmmel, majd meg is érkeztünk a bevásárlóközpontba, ami hatalmas volt, így próbáltam nektek érzékeltetni, de tényleg ez valami eszméletlen, és ez csak az első emelet volt. Voltak itt kutyajátékok, mindenféle érdekes étel, itt például nagyon tetszett nekem ez az eperes szendvics, amiben tejszín volt, azt hiszem. De volt például a KFC-re hajazó csirke szánkosár is, és itt volt egy étterem a bevásárlóközpont közepén. Megnéztünk mindenféle érdekes ételt, itt igazából a Kitty Cake a snackes videójához vásároltam, majd lepihentünk a Starbucksba, ahol ezt a kis táskát meg is vettem magamnak, néztük az esőt, majd visszaértünk a hotelbe, ahol még szintén néztem az esőt, majd újból Bencevel bevettük a várost, és elmentünk megint egy Starbucksba, ahol megnéztük ezt a különleges kollekciót, én ezt a kis termoszt vettem meg végül magamnak, majd egy gyönyörű parkba mentünk el, amit egyszerűen imádtam, és csak 200 forint volt a belépő, szóval mi a fene, ilyen gyönyörű virágok voltak mindenütt, eszméletlen volt, ez a hely nagyon tetszett, szóval ez így tökéletes volt az utolsó nap, és rengeteg ilyen tipikus ázsiai stílusú épület volt, de ezen kívül volt ebben a parkban még ilyen amerikai kongresszusra hasonló épületek is, majd megnéztük a helynek az ajándékboltját, majd egy kis váltás, itt már kb. Másnap hajnali 4 óra van, itt azt mutatom nektek, hogy megfagyott a hűtőben a szendvicsem, és el is indultunk busszal a reptérre, hát itt igen eléggé smogos a levegő, és itt éppen megérkezik a reptérre, és sétafikálok, itt nem tudom, itt majdnem pofára esek a bőröndömben. Megkaptam a jegyemet, újból a bizniszen ültem, itt volt egy ilyen fura pókos szoba a reptéren, meg akartam nektek mutatni, és egy Riot Games-es iroda, majd elindultam a repülőhöz, és itt éppen vonulok, mutatom nektek a helyemet, most itt középen ültem, és aztán itt szintén nagyon-nagyon örülök, mert ilyen sok a lábterem, és igazából ennyi volt ez a napunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a sorozatot, és hát remélem, hogy legalább annyira élveztétek, mint én, amennyire Koreát, szóval ez valami hihetetlen élmény volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Bence. És igen, ennyi volt ez a videó. Sziasztok, lájkoljátok a videót, írjatok kommentet, pápuszi, szeretlek titeket, csak!